Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 12. Kolozsvári Népzene és Néptánc Találkozó Gála műsorán, amely a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa égisze alatt kerül megrendezésre. Buonasera, și bine ați venit la Gala Festivalului de Dans și Muzică Populară Maghiară, eveniment organizat pentru a 12-a oară în acest an în cadrul programului Cluj-Napoca, Capitala Europeană a Tineretului 2015. Mielőtt színpadra hívnánk meghívottainkat, köszönetet kell mondanunk támogatóinknak, hisz nagy részben nekik is köszönhető, hogy ezen fesztivál ilyen minőségben megszervezésre kerülhetett. Köszönjük a Kolozsvári Diákművelődési Ház támogatását, és hogy helyet adott ezen rendezvénynek. Köszönjük a Heltai Gáspár Alapítványnak, hogy vendéglátói a gálát követő táncháznak. Köszönjük a Népi Alkotások Házának, a Kolozs Megyei Tanácsnak, Kolozsvár Helyi Tanácsának és a Polgármesteri Hivatalnak, a Kommunitás Alapítványnak és az RMDS-nek, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Bethlen Gábor Alapnak, az Agroszer Kft.-nek az anyagi támogatást. Köszönet a Kulina Nostrának, aki a meghívottak és szervezők étkezését biztosítják. Ugyanakkor köszönetet mondunk a további segítségért a Reform Kft.-nek, a Bátori Szülői Szövetségnek és a Holiday Store utazási irodának. Külön köszönet az Igentesség szervezetnek, aki 18 000 kolozsvári háztartásban juttatta el a rendezvény hírét. Média támogatóink a Transindex, a Paprika Rádió, a Kolozsvári Rádió és a Kolozsvári TV. Înainte de a invita pe scenă oaspeții noștri, trebuie să le mulțumim sponsorilor pentru sprijinul acordat, deoarece în mare parte este meritul lor faptul că acest eveniment s-a putut organiza. Mulțumim Casei de Cultură a Studenților pentru ajutor și pentru faptul că a găzduit acest eveniment. Mulțumim Fundației Heltoi Gaspar pentru găzduirea petrecerii ce va urma după această gală. Mulțumim sprijinul material Centrului Județean pentru conservare și promovarea culturii tradiționale Cluj, Consiliului Județean Cluj, Consiliului Local Cluj și Primăriei Cluj-Napoca, Fundației Comunitas și UDMR-ului, Fondului Cultural Național și Fondului Bethlen Gábor din Ungaria, respectiv firmei Agrosel. Mulțumim pentru firma Culina noastră pentru asigurarea mesei invitaților și organizatorilor. Totodată îi adresăm mulțumiri firmei Conform SRL, Asociației Părinților Batori și Agenției de Turism Holiday Store. Nu în ultimul rând, mulțumim mișcării Igenteșei da poftiți pentru răspândirea veștii acestei manifestări în 18.000 de locuințe din Cluj. Evenimentul este sprijinit de următoarele organe mass media: Transindex, Radio Poprico, Radio Cluj, Televiziunea Cluj. În clipele următoare îl invităm pe scenă pe directorul artistic al ansamblului folcloric maghiar Ördög Tirgyen, Bot József, să se adreseze publicului. Felkérem Bot Józsefet, az Ördög Tirgyen Néptánc Együttes művészeti vezetőjét és a Kolozsvári Népzene és Néptánc Találkozó egyik megálmodóját, mondja el köszöntő beszédét. Nem köszöntő beszéd nem lesz, így éppen tudatni szeretném, hogy mi is volt ennek a mostaninak a témája. A mezőségről és kortaszegről hívtuk el kedves táncos barátainkat. A műsor első felében mezőségi, a öreg táncos mestereink meghívásával és a kedves tánccsoportokkal, akikkel nagyon rég, nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Tehát mezőségről szól az első fele, második fele, meg Kalataszegről. Hát én szerintem nagyjából még egy annyit hozzáfőznék, hogy történt most egy nagyon jó dolog. Az UNESCO-nak van egy, románul mondanám ezt a címet, hogy Tezaure Humanevi, a néphagyományok élő hordozói cím. 3 éve létezik ez itt az országban. Összesen az országban 46-an kapták meg, és közülük most a körünkben köszönhetünk 3-ukat. Itt van, megkérem szépen, hogy majd álljanak fel, Barokszal, Magyarik Azkant, a Auditz Nobel. A Csurkoly Alexandru Sándorika, Tímás.
ő énekes és táncos is, majd megkérjük. Mezősoporról és Magyar Flátáról érkeztek, és Visákból Feri bácsi, Lovász Ferenc új felére. Következzen a tánc. Ahogy az előbb hallhatták, az idei gálaműsorunk Kalotaszeg és Mezőség néprajzi tájegységek közé összpontosul, így a már sokat megélt táncos mestereinket is ezen tájegységek falvaiból hívtuk meg. Fogadják szeretettel őket! În acest an, spectacolul nostru focusează asupra zonelor etnografice Călata și Câmpie Transilvaniei. Așadar, cu această ocazie am invitat maestrii din satele acestor regiuni. Vă rugăm să îi întâmpinați cu drag, vă urăm distracție plăcută! A gálaműsort a Visákból meghívott táncos mestereink kezdik, a kedves zenekar kíséretében, majd őket követi a szamosújvári Kaláka Kamara Néptánc Együttes, amely a Kaláka Néptánc Együttesből vált ki 5 évvel ezelőtt. A táncosok repertoárjában elsősorban mezőségi, magyar és román táncok szerepelnek, de más tájegységek táncaival is foglalkoznak. Koreográfiájukat időnként maguk állítják össze, máskor pedig külső koreográfusokkal dolgoznak. Ma este egy kis ízelítőt mutatnak be készülő Bodon úti koreográfiájukból. Koreográfus Köncei Csongor kísérő őket a harmadik zenekar. Gala Festiva din această seară vor deschide maestrii noștri din Vișa, acompaniați de orchestra Kedves. De asemenea, va urca pe scenă ansamblul folcloric Colaco din Gherla, cu o suită de dansuri din satul Vechea, acompaniat de formația Hormodic, coreograf Köncei Csongor. Iar apoi formația Zurbulo din Cluj ne va prezenta coreografia Loșu, acompaniamentul muzical va fi asigurat de orchestra Hormodic, coreograf Köncei Csongor, vizionare plăcută! A Kaláka után a kolozsvári Zurbulo Néptánc Együttest láthatják. A Zurbulo Táncegyüttes a 12. Kolozsvári Népzene és Néptánc Találkozó gálaműsorán bemutatja Köncei Csongor legújabb Lassú című koreográfiáját. A szándékosan manifest koreográfia Csorba János széki parasztíró, bár emlékezete maradjon meg című szövegéből inspirálódott. De nem csak az utcákon dúdoltak, a fonóból vagy a táncról hazajövet, hanem a táncon is, éppen tánc közben, mikor a lassút járták. Ez a lassú tánc olyan volt, hogy a legény tánc közben ki tudta magát panaszolni, mert amilyen szomorúan fújta a nótát, úgy lépett, s úgy húzta a cigány. Mert a cigány, ha az a legény ránézett, már tudta, hogy hol fáj neki, és úgy húzta, hogy nem csak a gyenge lágy szív, hanem a vas is meglágyult volna. Mert a nóta mindig szól valakinek. Egy lassú sokszor egy óráig is tartott. Elsőbb a legények járták szépen körbe, és utána jött be a táncos leány. Minden legény elfújhatta az ő nótáját, amit az egész táncoló legénység fújt a cigány után. Talán a legszebb tánc, amit egy egész fiatal sereg fújt és járt. Lehet, hogy amíg ezekre a szép nótákra járták, addig nem is volt ennyi csalfaság. Sajnos a mai fiatalok már ezeket a nótákat nem ismerik, és a lassút is lassan elfelejtik. A zenei kíséretet a harmadik zenekar biztosítja. Kellemes időtöltést kívánunk! Thank you.
táncosaink Tóvidékről, Mezőség egyik Altáj egységéből érkeztek. Melegföldvári és Feketealaki mestereinket láthatják táncolni a harmadik zenekar kíséretében. Őket a kolozsvári Bogáncs Néptánc Együttes követi, amely jelenleg Erdély legrégebben folyamatosan működő magyar gyerek és ifjúsági néptánc együttese, amely idén tavasszal ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Az Emke Díjas együttes az évek során folyamatosan bővült a Kis Bogánccsal, az Apró Bogánccsal, később a Morzsa Bogánccsal, a 93-ban végzett első bogáncsos nemzedék pedig megalapította a Bogáncs felnőtt együttesét, a Zurbolót. A kolozsvári magyar gyerekek és fiatalok 30 éves néptánc együttesének csoportjaiban jelenleg megközelítőleg 160-an ropják. A Bogáncs Néptánc Együttes magyar szlováti táncokat fog előadni, csoportvezető koreográfus Sebesi Tündér, Tusai Szilárd és Részeg Róbert kísér a harmadik zenekar. Csalecse urmează, am onoarea să invit pe scenă pe membrii ansamblului din Feldioara, pe maestrii noștri din Feldioara și Lacul, acompaniat de formația Hormodic. Iar apoi va urca pe scenă ansamblul folcloric Bogánccs cu o suită de dansuri din zona Suatu. Acompaniamentul muzical este asigurat de formația Hormodic, coregraf Sebesi Tündér, Tusai Szilárd și Részeg Róbert. Thank you.
A következőkben Délmezőségről, Magyar Frátáról, Berkenyesből és Mezőszoborból érkeztek táncosok. A zenei kíséretet a harmadik zenekar közreműködésével saját primásuk biztosít. Őket követően az Ördögtérgye Néptánc Együttes legújabb koreográfiája kerül bemutatásra, melynek címe Találkozások, reptéri fantázia, Sajói vidéki zenére. Kísér Kacsó Arnold és barátai. Ezután egy 15 perces átállási szünet következik. Al momentele următoare, îi invităm pe scenă pe dansatorii din zonele Frata, Berkieșu și Soporul de Câmpie, acompaniați de Orchestra Hormodic. Iar înainte de pauză va urca pe scenă ansamblul Ördögtérgye, gazda acestei seri, cu cea mai nouă coreografie al ansamblului, Întâlniri, fantezie pe muzică din zona și eu, acompaniat de Kocsó Arnold și formația lui. Thank you.
Az előbbiekben Tata magyarországi helységéből érkezett Tata táncegyüttest láthatták. A táncegyüttes 2008-ban alakult a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola végzős tanulóiból, valamint külsős, egyetemista és főiskolás fiatalokból. Az együttes célja a Kárpát-medence néptánc és szokás hagyományainak elsajátítása, színpadi bemutatása. Emellett fontosnak tartják a közösségépítést és a közös munka által megvalósuló értékteremtést. Az együttes művészeti vezetői Imre Béla és Kánya Réka, művészeti asszisztens Dózsa Éva. A mai előadásukban egy inaktelki mulatság képei jelentek meg, láthatták a legényest, helyi nevén a figurást, valamint a páros táncokat, a csárdást és a szakorát. A koreográfia címe Inaktelkiek, koreográfusa Imre Béla, kísért a fürgölő zenekar. Dansul din zona Tinucu, acompaniat de orchestra Fugule. Continuând programul nostru festiv, îi rugăm să se alăture nouă membrii ansamblului folcloric Sorcă la București. Ei ne-au pregătit o suită de dansuri din Valea Nadășului, acompaniat de formația Cerechea, coreograf Filip Bălaș. După ei, îi invităm alături de noi pe maestrii noștri din zona Suceavu, acompaniat de orchestra Ketăș, urmat de maestrul Landia Chiurăi Laslo, cu cântece din zona Pelata. După melodiile ce vom asculta din zona Felata, ne vor alătura ansamblul folcloric Colotosec din Cluj-Napoca cu dansuri din Valea Nadășului, acompaniat de formația Tetres. A következőkben a kolozsvári Szarkalábnyi táncegyüttest köszönhetjük, amely 1995-ben a kolozsvári Apácai Csere János Liceum erkeiben alakult. Jelenleg Zömében egyetemi hallgatók képezik az együttest. A Szarkaláb legfőbb célkitűzései közé tartozik megtanulni az erdélyi táncokat és eredeti formában színpadra vinni őket. A Hertai Gáspár könyvtári alapítvánnyal közösen 1999-ben szervezték meg először a Szent István napi néptánc találkozót, mely a Kárpát-medence egyik legjelentősebb nemzetközi kisebbségi fesztiváljává nőtte ki magát, sőt, mint több, nemzetközi szinten is egyre nagyobb elismerésnek örvend. Az együttes vezetője Pilik Balázs, a következőkben tőlük nádasmenti táncokat láthatunk, kíséri őket a Cserekje zenekar. Kalotaszeg tájegységén belül Szucsákból és Türéből hívtunk adatközött táncosokat, őket a kedves zenekar kíséri, majd Lengyel Türei Lászlótól hallhatnak kalotaszegi énekeket. Őket a Kalotaszeg néptánc együttes követi, az együttes egy olyan kalotaszegi fiatalokból álló csapat, mely a kalotaszegi tánc és zeneanyag teljességében és minél magasabb színvonalon történő színpadra vitelét tűzte ki céljául. A kalotaszegi értékek hiteles és színvonalas felmutatásával remélik, hogy közvetlen közösségükben is felértékelődik a zene és tánc hagyományaik ápolásának fontossága, és motivációs példát mutatnak a náluk fiatalabb generációnak. A mai estén nádasmenti táncokat mutatnak be. Kíséri őket a kedves zenekar. Thank you.
a szegedi Cuháré táncműhelyt láthatják. A csoport 2004-ben alakult, céljuk a magyar népi kultúra, néphagyomány megismerése, megőrzése, ápolása, színpadi bemutatása és a kulturális örökség védelme. Egyesületük 2007 óta minden évben megrendezi a Kovács Zoltán emlékestet, ami Szeged néptáncos népzenei életének mára meghatározóvá vált jótékonysági estje. Műsoraikat mindig az adott tájegység viseletében és élő népzenei kíséret mellett adják elő. Hiszik, hogy a munkájuk és a hozzájuk hasonló módon gondolkodó és alkotó műhelyek munkája által megvalósulhat Kodály Zoltán és társai álma, hogy minden ember a magyar anyanyelvén, anyanyelvi szinten énekeljen és táncoljon. A mai estén tőlük szilárdsági táncokat láthatunk. Koreográfus Kádár Elemér kísér a kedves zenekor. Gála din această seară va încheia ansamblul folcloric Cuháré din Szeged cu o suită de dansuri din zona Krasnei-Sălași. Acompaniamentul muzical este asigurat de Orchestra Kedves, coregraf Kádár Elemér. Profitând de ocazie, le mulțumim celor circa 80 de foști și prezenți membri ai ansamblului folcloric Ördögtérje faptul că ne-au ajutat la organizarea acestui eveniment important. Vă mulțumim că ne-ați alăturat în această seară și vă invităm să petreceți alături de noi în continuare la Heltoi până dimineață. Végezetül a főszervező nevében szeretnénk köszönetet mondani annak a csak nem 80 jelenlegi és régi ördögtérgyésnek, akik bármilyen formában besegítettek a szervezésbe. Önöknek köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, szeretettel várunk mindenkit a 12. Kolozsvári Népzene és Néptánc találkozó záró eseményére, a hajnalig tartó táncházba.